Uram, várjuk a visszajöveteledet, hogy dicsőségben hatalommal, fogsz visszajönni a Földre, és eltöröd a birodalmakat, erőket, és a te királyságod megáll örökkön örökké, mert rendíthetetlen királyságot fogsz elhozni a Földre, és betellik a Föld a Te ismereteddel, dicsőségednek a jelenlétedre, és várjuk, Uram, hogy megváltsad, megszabadítsd a Jeruzsálemet, Izraelt, megszabadítsd a te népedet és a nemzetéknek a maradékát, és köszönjük, Uram, hogy csodálatos, boldog ígérettel áldottad meg a lelkünket. Ez a reménység nem szégyenít meg, hanem ez a reménység a lelkünk és erős, bátor horgonya. És ezzel a reménységgel állunk mai napon is előtted, és segítségül hívjuk a te nevedet, Uram, minden olyan embernek az életére, akik reményüket elveszítették, és kérünk tégedet, Uram, hogy állítsd meg a lejtőn az útjukat, és fordítsd vissza őket, és áld meg őket, és adj el nekik kegyelmet az újjászületésre, hogy élő reménységre szülessenek újjá. Mert van reménység az emberiség számára, mert a te föltámadásod megnyitott egy új perspektívát mindannyiunk számára, mert te vagy az Istentől eljött mennyei kenyér, aki azért jöttél, hogy örök életet adjál a világnak, és az örök élet megjelente benned, és nyilvánvalóvá vált a földtemadásod által, hogy ebben az örök életben nagyobb erő és hatalom van, mint a halálban és a pokolnak az erőében, Mert megszakítottad az halálnak és a pokolnak a világ fölötti uralmát elszakítottad a köteleit, láncait, és köszönjük neked, Uram, hogy várhatjuk azt a korszakot az Isten királyságának, az eljövetelét, amikor eltörölsz minden könnyet az arcról, megszűnik az átok, megszűnik a halál, föltámasztod az igazakat és a bűnösöket is a kárhozatra ugyan, de adjál, Uram, kegyelmet ma még az embereknek, hogy ne a kárhozatra való föltámadásra tartogassák a jövőjüket, hanem megtérjenek, újjászülessenek, szeressenek tégedet teljes szívükből, lelkükből, minden erejükből, és kövessék a te beszédedet. Köszönjük, Uram, hogy tart még az üdvösségnek az ideje, üdvösségnek a napja, és könyörgök hozzád, Uram, hogy szabadítsd meg az embereket a háborúságtól, a háborúktól, gyűlölködésektől, pusztító erőktől, a háborúságnak, az angyalától, és adj békességet, Uram, hogy az emberek ne halljanak meg értelmetlenül ö, ostoba ideológiákért, hanem megtérjenek, és megismerjék a te jóságodat, irgalmadat, örök életedet, hogy el ne hanem örök életük legyen, és a dicsőségedben, ahol te vagy, Uram, ott legyenek ők is, a mi Urunk, Jézus Kisztus nevében. Amen! Halleluja! Áldott napot, vilám, vidám vasárnapot kívánok mindenkinek, kedves hallgatóknak, akik követik az Isten tiszteletünket, és azoknak természetesen, akik először hallgatják az Isten tiszteletünket, illetve nézik, mindenkinek az életére Istenek az áldását kívánom. Ámen! Mondjátok, hogy velem együtt, hogy az Úr Jézus Krisztus. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, hiszem, hogy ő a dicsőségnek a királya, aki meghalt a bűneinkért, de föltámadott a meggazulásunkért, és fölment az atyához, az atyának a jobbján foglal helyet, és a, ott az atyánál, mint melkizedek rendje szerinti főpap, közben jár mindannyiunkért. Ezért nincseni már semmi károsztatásunk, mert Krisztus Jézusban vagyunk, nem test szerint járunk, hanem szellem szerint, mert a názeti Jézus Krisztus életének a szellemi törvénye megszabadította bűnnek az uralma alól. És hiszem, hogy a názeti Jézus Krisztus az élő Istenek a fia, a királyok királya, uraknak az ura, aki megítélte a világnak a fejedelmét, és lefegyverezte fejdelemségeket, hatalmasságokat, és diadalmenetben mutogatta őket. És hiszem, hogy az atya fölmagasztalta őt, és olyan névvel ajándékozta meg, amely névre meghajol minden térd, és minden nyelv valja, hogy Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. És hiszem, hogy ebben a névben teljhatalom van, ennek a névnek ha ereje van, és ennek, ennek, a névre engedelmeskednek gonosz szellemek, démonok, és meg van írva, álljatok ellen az ördögnek, és elfut a szőletek, és az Úr Jézus nevében lerombolom az ellenség minden munkáját, kárhoztatását, a vádlását, mert a názeti Jézus Krisztus bűnbocsánatot szerzett számomra, és Jézus Krisztushoz tartozó ember vagyok, mert az Isten, a nemzeti Jézus Krisztus igazságát ingyen kegyelemből, hitáltal nekem is tulajdonította, amit elfogadtam, őrzöm, hiszek benne, hogy nem bűnös emberként, hanem meggazított emberként állok az élő Isten jelenlétében, akit magasztalok, dicsérem őt lelkemmel, szellememmel, testemmel, cselekedeteimmel, a názat Jézus nevében. Amen. Amen. Így legyen, ahogy ezt megvallottuk mindegyikünk életében, és mielőtt helyet foglalnátok, üdvözöljétek egymást, és mondjad a szomszédodnak, hogy az igének a megtartója legyél, ne csak a hallgatója. Egykorintus Korintus 12-nél hagytuk abba, a karizmáknak a jelentőségéről beszéltünk szombaton, és ezt szeretném folytatni. Most a szellemnek a karizmáit, illetve megnyilvánulásait szeretném számba venni, igyekszem úgy fogyaszthatóvá tenni nyilvánvalóan, hogy azok számára is érthetőbb legyen történetekkel, példázatoknak az illusztrációjával, akik esetleg a, tényleg a karizmákkal kapcsolatosan még esetleg tuda, nem sértem meg őket, mert Pálapostól használja ezt a kifejezést, hogy tudatlanságban vannak. A tudatlanság azért veszélyes a karizmákkal kapcsolatosan, mert a Bibliát is leértékeli az ember, ha nem látja az ember a Bibliában, a kinyilatkoztatásban a karizmáknak, a Szentléleknek természetfölötti működését. A Biblia nem egy természetes könyv, hanem természetfölötti könyv, és a, a dominánsan, a kielentésekben a karizmáknak a működését látjuk megnyilvánulni, és működött ez a profétákon, működött karizmatikus embereken keresztül, az új szövetségben nyilvánvalóan legteljesebb mértékben a názárti Jézus készüson, és hát az apostolokon keresztül, de a korai egyházban is széles körben működtek a karizmáknak, karizmák, és ezért az egyház viszonylag rövid idő alatt világméretűvé tudott válni, és a rövid idő alatt a római birodalmat be tudta hálózni, olyan rendszerrel, olyan hálózattal, a közönsége, közösségeknek olyan hálózatával, amely közösségek újjászületett, szent szellemmel betöltött emberekből, illetve hívőkből álltak. Egykorintus belélkezét levél 12. fejezete. Következőt, ugye beszéltünk arról, hogy a szellemnek a, a, a ajándékai azok természet fölöttiek. És nagyon fontos látni az egyházban az egységet és a különbséget, és a karizmáknak a megnyilvánulása is különbségeket hoznak létre, de nagyon fontos látni, és soha nem szabad elveszíteni a látásunkat a egy szellemről, hogy a szellemnek, a szentléleknek több megnyilvánulása van, és ez a sokféle megnyilvánulása gazdagítja, a Krisztusnak a testét. Következőt a nyolcadik verszakhoz lapozatok, illetve nézétek Istenek az igéjét, onnét olvasom. Némelyeknek ugyanis a bölcsességnek a beszéd adatik a szellem által, másnak pedig a tudománynak a beszéde ugyanazon szellem szerint, egynek a hit ugyanazon szellem által, másnak pedig a gyógyítás ajándékai azon az egy szellem által. Némelyiknek csodatevő erőknek munkái, némelyeknek meg profétálás, némelyeknek pedig a szellemeknek a megítélése, másiknak, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig a nyelvek magyarázása. De mindezeken egy és ugyanaz a szellem cselekszik, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. Tehát kilenc ajándékot olvastam föl a Szent Szellemnek a megnyilvánulásaival kapcsolatosan, amit arra újra szeretném hangsúlyozni, hogy elsősorban nem, ön, illetve egyáltalán nem önmutogatásra azt, azt adja a Szentlélek, hanem az egyháznak az építésére, a testnek a formálására, építésére, erősítésére és védelmére. És rendkívül fontos, hogy újra a karizmák megnyilvánuljanak, és igazából minden hívő számára elérhető a Szent Szellemnek a karizmáinak a működése, de annak az első feltétele, hogy a hívők a Szent Szellemnek az uralma alatt legyenek. A Szent Szellemmel való betöltekezésről csak utalásképpen a, a, a szólók, hogy a Szent Élekkel való betöltekezés az azt jelenti, hogy Istennek a természetveti ereje, a Szent Éleknek a természeti ereje körülveszi, beborítja, elárasztja a hívő embernek a személyiségét, a személyiségének minden területét, és ezt teszi lehetővé azt, hogy a szellemnek az ajándékai megnyilvánuljanak a Szentlélek által fölkent hívőkön keresztül. A karizmák soha nem a miénk, hanem mindig a szent szellemi, a karizma. A szent szellem nyilvánítja meg a hívőkön keresztül a képességeit, olyan hívőkön keresztül, akik szeretik a szent szellemet, oda szentelik az életüket a szent szellem számára, és látható módon, hogy az ilyen embereken keresztül egészen biztos minimum egy ajándék, de több karizma is meg tud nyilvánulni. És az a cél, hogy a hívők részvegyenek az egyház építésében, ezért egy kulcs kifejezést olvasunk, vagy kijelentést olvasunk, az korintus belérkezik 14. fejezet első verszakában, hogy kövessétek a szeretetet és kívánjátok a szellemnek az ajándékait. Tehát mondja a szomszédnak, kövesd a szeretetet, és kíván a szellemnek az ajándékait. Tehát egyértelmű, hogy Pál apostolnak eszébe nem jutott, meg egyetlen egy apostolnak sem, hogy a karizmákat szembeállítsa a szeretettel, mert a kettő szoros összefüggésben van egymással, ez csak az embereknek a testi gondolkozása osztotta meg, és csináltak a Bibliából az egyik oldal a karizmatikus pártit, a másik szeretett pártit, akik hangsúlyozták, hogy nincs szükség a karizmák működésére, mert a legnagyobb karizma a szeretet karizmája. Így van, a szeretet a, a legnagyobb karizmatikus ajándék, de pontosan ez a kilenc ajándék nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a természetfölötti tartalommal legyen jelen az életünkben az Istenek a szeretete, meg a testvérek, embertársaink iránti szeretet. A szeretet az nem természetes dolog, hanem szintén természetfölötti ajándék. A szeretet nem más, mint maga Isten, az Isten meg egy természetföldi lény, tehát ezért a szeretetet ne le, érzelmi szintre csupán, nyilván megnyilvánulhat érzelemben, akaratban, lelki szinten is fontos, hogy megnyilvánuljon, de alapvetően a szeretetnek a lényege, az természet be van meg, Isten szellemében van meg, mert Isten maga a szellem, és Isten maga a szeretet. Tehát ez a kettő, és más is, módon is meg lehet határozni természetesen Istennek a lényegét, de ez a kettő ugyanarra valóságra vonatkozik. Egyik szempontból a szellemet írja le, természet fölötti tartalmát, a másik szempontból ennek a természet azt a tartalmát, amely szeretet, amely nem tud magának élni, nem magának való valóság, hanem közösségre vágyó valóság, és többek között az atya ezért hozta létre a világ mindenséget, mert, mert a lényege a szeretet. És aki szeretet, az nem magának való ember, hanem közösségben akar élni másokkal. Meg akarja osztani saját magát, saját maga jelenlétét, saját maga természetét, erejét, és éppen ezért az egész világ mindenségnek az eredentő primér oka, az Istenek a szeretete, és higgyétek el, egy nagyon barátságos világ élünk, annak ellenére, hogy a sátán királysága ezt elhomályosította, és sokszor ezt elfedi, és különösen ebben a világban, ebben a korszakban, ezt, ennek az elfogadásához valóságos hitre van szükség, mert nem látjuk, hogy az Istennek, hogy a világ mindenségnek a lényege micsoda, de Isten igéje világosá teszi, hogy Isten a világ mindenséget és bennünket is a jó kedvéből, szeretetéből hozott létre bennünket, hozott, teremtett bennünket, azért, és ráadásul azért küldte el a názáti Jézus Krisztus, hogy szintén a jósága és szeretete irántunk megnyilvánuljon, visszavonhatatlanná váljon. És többek között nem csak az ő fiát, ajándékozta nekünk oda, hanem a Szent Szelemet is oda ajándékozta, és a Szent Lélek is szintén a, a, a természetének a lényege, ugyanaz, mint az atyái, ugyanaz, mint a fiú, a Szent Szelem sem ma, akar magának való lenni, hanem a szentlélek többek között azért jön, hogy a názáti Jézus Krisztus fölmagasztalja az életedbe, fölmagasztalja Krisztusnak a testébe, és ezt a munkát mindig a képességeinek a megnyilvánulása, vagyis a karizmáknak, vagy szellemeknek mondja az eredeti, de magyarban egy kicsit ez egy pejoratív ízű ízzel bír, és ezért inkább karizmát használunk, hogy a karizmák azért működnek, mert a Szentlélek szintén meg akarja nyilvánítani magát, a jelenlétét jelen érzékelhetővé akarja tenni, hogy az emberek, a hívők, akik hisznek Jézus Krisztusban, lássák és hallják a Szent Éleknek a munkáját, de pontosítanék nem csak a hívők, hanem a kívülvalók is és látjuk például a pünköskor is, hogy a kívülvalók látták és hallották a Szent Szellemnek a megérkezését, és több ezren tértek meg ennek a következtében, mert látták, hallották a Szent Szellemnek a megérkezését, és ezt követte utána a Szent Élek által történő igehirdetés, és ennek lett a gyümölcse, hogy több ezer ember befogadta a, és elfogadta a názati Jézust mesiásnak, megváltónak és szabadítójának. És az Istennek a módszere nem változott. Ma ugyanolyan hatékony, hogyha újra az evangélium hirdetése, a keresztény élet és a keresztény szolgálat visszakerül természet fölötti szintre. A természet szintre pedig akkor kerül vissza a keresztény szolgálat és a keresztény élet, hogyha a szent lelket befogadjuk, betöltekezünk szent lélekkel, és bölcsességet szerzünk, tudományt szerzünk Istentől, képességet kapunk Istentől, kegyelmet kapunk Istentől, hogy a szent szellemmel együtt tudjunk munkálkodni. De ehhez szükséges, hogy te oda magadat. Kívánjad a Szent Szellemnek az ajándékait, és különösen olyan ajándékokra kívánkozzál, amely által Másokat is tudsz építeni, mert vannak olyan ajándékok, amely az egyéni hívő életünket építi, az Úrral való személyes közösségünket és kapcsolatunkat, de Pálapostól arra buzdít bennünket, hogy kívánjuk azokat a szellemi ajándékokat, amelyekkel az egyházat, Krisztusnak a testét építjük. Az Istenfélő emberek nem rombolják, nem bénítják, nyomorba taszítják Krisztus testét, hanem építik, erősítik is, és védelmezik. Ebből lehet megtudni ma, hogy ki tartozik Jézus Krisztushoz, és ki pedig Jézus Krisztusnak az ellensége. Jézus Krisztus nem gyűlöli az egyházát, nem gyűlöli azokat az embereket, akik elfogadták őt megváltójuknak, elfogadták Jézus Krisztus vérét, elfogadták a Szent Szelemet, hanem kedveli őket, szereti őket, azonosul velük. Amikor bántják őket, látjuk az apostolok cselekedetben, cselekedetében, vagy pedig ítéletkor, a Máté 25, amikor beszél a nemzetek ítéletével, ítéletéről, hogy a názeti Jézus Krisztus a gyermekeivel teljes mértékben azonosul, a gyermekeinek a zaklatása, bántalmazását úgy veszi, mintha őt bántalmaznák és őt zaklatnák, és azt gondolom, hogy nem szerencsés senkinek sem a názati Jézus Krisztus bántani, zaklatni, mert előbb-utóbb az Úr benyújtja a számlát. Megbocsát az úr, hosszú törő az úr, várja, hogy az ember ezt az ellenséges magatartását feladja, megtérjen az úrhoz, de a, a, a hosszú törése nem zárja ki a felelősségre vonás természetesen, ahogy ezt a Lukács evangéliumban nyilvánvalóan olvasható, hogy hosszú törő, de viszont a választotta, választotta ír bosszút áll. Tehát ezért különösen a Szent Szelemnek az ajándékára hívom fel a figyelmedet, hogy két dolog miatt vagy fölértékelve a világ mindenségben, sőt, szinte az angyalok a rangja fölé lettél emelve, holott megváltatlan emberiség az angyalok szintje alatt van, de a megváltott emberiség, és az jövőben fog kibontakozni, addig erről ne nagyon harsogjál, csak megsugom neked a füledbe, hogy a názárt Jézus Krisztusnak a vére miatt, hogy vérével fel vagyunk kenve, második, hogy a Szentlélekkel fel vagyunk kenve, emiatt fel vagyunk értékelve, mert az angyalok nincsenek felkenve Jézus vérével, és Jézus vérének az értéke az azonos a dicsőségnek az urával, a názati Jézus Krisztus személyének az értékével, és tehát a vér ugye az érték azonosságot hoz létre, nyilvánvalóan, és ezért vagyunk Jézus Krisztushoz tartozó embernek. De ez se volt elég az Istennek, hanem a názati Jézus Krisztus rendelkezésre bocsátotta a Szent Szelemet, hogy töltse ki azokra a Szent Szellemet, rád meg reám, akik elfogadták a názareti Jézusnak a vérét, föl vannak kenve Jézusnak a vérével, töltse be őket szent szellemmel, és dicsőség az Úrnak. Tehát a szent szellemet is hordozzuk ebbe a, 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 a halandó testben, és emiatt föl vagyunk értékelve. Ez nem tőlünk van, hanem Istentől van. Ez nem a mi érdemünk, hanem ez a názáreti Jézus Kisztus érdeme. Ezért nem magunknak kell adni a dicsőséget, hanem hálát kell adni az Istennek, mert övé minden dicsőség ezért, hogy a názeti Jézus vérével és Szent Szellemmel föl kell bennünket. De ha már így megbecsült bennünket a Szent Szellem által és Jézus vére által, akkor ugye becsüljük meg Jézus vérét, a levél figyelmeztet bennünket, hogy ne tapossuk meg Jézusnak a vérét. A második, hogy becsüljük meg a Szent Szelemet, és ne bántalmazzuk a Szent Szelemet, hanem hagyjuk, hogy szabadságba éljen bennünk a Szent Lélek élvezze a bennünk való lakozást, ne úgy érezze, mintha fogoly lenne az életünkben, és mi akarjuk őt megerőszakolni, mert nem mi vagyunk a Szent Éleknek az urai, hanem a Szent Szellem, a Úr az életünkbe. Ezért a legfontosabb, hogy rendeljük alá magunkat a Szent Szellemnek, és Pálapostól ezért beszél az új szövetségről úgy, mint amely a Szent a szolgálatáról szól. És a Szent a szolgálatáról szól az új szövetség, akkor én szolga vagyok, a Szentlélek úr. És ehhez ilyen módon kell viszonyulni a Szentlélek személyhez, és meg kell adni a megfelelő tiszteletet, imádást, dicséretet a Szent Illek személyének, hogy megnyilvánulhajon rajtunk, és természetesen, akik tudják, hogy milyen csodálatos a Szent Illeknek a jelenléte, hogy a mennynek az atmoszférájába hogy kapcsolja be az embernek a természetét, hogy az embernek szinte lélegzete is megváltozik, amikor úgy Isten igazájá, igazából rásik a Szentlélek, kikapcsolja az embert ebből a földi atmoszférából, és azt gondolom, hogy mindegyikünknek szüksége van, hogy kikapcsolódjunk a földibe, és kezdjünk e, e, asszimilálódni a mennynek az atmoszférájához, mert a mennyei elhívásban vagyunk, e, 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 elhíva, illetve mennyi elhívásból részesültünk, és ezért jobb, hogyha már a Földön edzésbe vagyunk, a Szent Élekkel való betöltekezés által, hogy ne érjen tégedet sok, amikor bekerülsz a mennyekbe, és nek a dicsőségébe, amikor azt fogod látni, hogy a dicsőségnek a tüze, energiája, tűzfolyama a királyi székből hogy árad, fel kell készülnünk arra emberek, hogy a szembe való nézés de, e, e, akkor ne pusztuljunk el, mert a Názati Jézus Kisztusnak az arca az olyan dicsőséget sugároz magából, mint a nap a maga erejében is. Azt gondolom, a nyárnak a heve, hevében, a különösen délkor, hát nem kívánunk belenézni a napba, mert a nap éget. De fel kell, fel kell készülnünk arra, hogy az Úrnak a dicsőségébe bele kell néznünk, de ahhoz tűzállónak kell lenni. A tűzállóságot pedig akkor tudjuk megkapni, ha már most veszük a Szent Szelemet, ha már most veszük a tűzzel való betöltekezést, a Szent Élek dicsőségének a tűzével való betöltekezést, és kezd átalakulni a természetük. Hogy a názeti Jézus Krisztust is már a földi életében az Úrnak a kenete dicsősége átváltoztatta és készítette föl a föltámadás után, hogy vissza fog kerülni a mennyekbe, és birtokba fogja venni azt a dicsőséget, amivel rendelkezett a világ teremtése előtt, sőt, még nagyobb dicsőséget fog, fogod, fog visszakapni, illetve ezt már visszakapta, és minket Isten arra az a készít elő, hogy ezzel a dicsőséggel találkozzunk, hogy ezzel a dicsőségben megtaláljuk, az otthonunkat és a lakásunkat, mert még egyszer nem fogja Jézus Krisztus kiüresíteni magát, nem fogja letenni a dicsőségét, hanem dicsőségben fog visszajönni, és dicsőségben fogja fölemelni az egyházat, és dicsőségben fog megtörténni a mennyei mennyegző, a testnek és a helynek az egyesítése, dicsőség az úrnak. Tehát ezért ma a földi életben keresztényeknek meg kell tanulni, és fel kell számolni a tudatlanságot a Szentlélek természet fölötti erejével, hatalmával, működésével kapcsolatosan, a karizmák működésével kapcsolatosan. Nem félni kell, hanem újra meg kell barátkozni ezzel a természet atmoszférával, mert a bűn idegenítette el is az embert az Isten erejétől, de ha már megbocsátotta az Ura bűnödet, betöltekeztél szentlélekkel, akkor rá kell hangolódnod az Istenek az erejére, és ez úgy történik, hogy újra és újra a szentlélek rátszáll, újra-újra a szellemedben fölfakadnak egyre mélyebb csatornák, és beteljesedik a szentlélek a szellemedben is, és egyre inkább az élő vizeknek a folyamai, fognak ömölni a bensődből, és eznek nem csak érzelmi, fizikai megnyilvánulásai lesznek, bizok benne, hanem egyre több karizmának a megnyilvánulása fogja kísérni a Szentlélekkel való beteljesedést, illetve a Szent Szellemben való járást. Ma elsősorban a kijelentés ajándékával beszélek, de hát olyan nagy témák ezek, azt gondolom, hogy ho, ö, igyekszek Rövidíteni, hogy csak a lényegét elmondani, mert másképp egy évig lehetne erről beszélni, mind a kilencről. De először talán a ahogy Jézus, illetve a pálapostól sorolja fel a bölcsesség és az ismeret, vagy a tudomány beszéde, eredetileg ismeretbeszéde, de hát a tudománybeszéde ugyanaz. Tehát először ezzel foglalkozunk, nevezetesen a bölcsességgel. A bölcsességgel kapcsolatosan, hogy mi a bölcsesség. A, 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 Szeretném, hogyha Jakab levélhez lapoznátok, a harmadik fejezethez, a 13. és a 15. versszakhoz nézzetek rám, következő képpen határozza meg a bölcsességet, Jakab. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről, illetve pontosítok, a 13. verszaktól olvasom, kicsoda köztetek bölcs és okos. Mutassa meg az ő jó életéből, az ő cselekedeteiből a bölcsességnek a szelítségével. Ha pedig keserű irítség és szivódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jö, hanem földi, testét az eredetiben pszichos szerepel, tehát lelki, illetve ördögi eredetiben démoni szerepel, mert ahol irítség és szivakodás van, veszekedés van, ott háborúság és minden gonosz cselekedetei vannak. Itt most elsősorban először is a 13. verszakot nézétek meg, hogy a bölcsesség az nem azonos a tudással, nem választható el nyilvánvalóan a tudással, de alapvetően nézétek meg, hogy kérdés úgy szerepel, hogy kicsoda köztetek bölcs, és utána jön a válasz. Mutassa meg ő a jó életéből, és cselekedetének a bölcsességnek a szelítségéből, vagyis világossá teszi Jakab, hogy a bölcsesség az gyakorlati valóság. Tehát ahogy cselekszik az ember, azzal lehet az, az, az által lehet megállapítani, hogy valaki bölcs vagy nem. A bölcsesség soha nem elméleti. A bölcsesség mindig a tudásnak a helyes használatát jelenti, föltételezi természetesen a tudást, de látjuk, nagy tudású emberekben nincs bölcsesség, és a tudásukkal sok zűrzavar tudnak előidézni. Hát erről sokat lehetne mesélni, mert a mai világ részben azért rossz, mert nagyon nagy tudású emberek vannak, de hiányában vannak a bölcsességgel, nem használják Helyesen a tudásukat. A bölcsesség az mindig az ismeretnek a helyes használatát jelenti, ezért mondja életvitel és cselekedet. Életvitel, cselekedet. Tehát sajnáltos mondom, látni professzorokat, tudósokat, de romokba van a magánéletük, romokba ö, ö, van a családjuk, és nyilvánvalóan ezek mind árulj, elárulják, hogy nagy tudású emberekről van szó, de viszont a bölcsességgel kapcsolatosan hát nem lehet elmondani, hogy bölcs emberek, mert a bölcsesség az, az a tudásnak, az ismeretnek a helyes használatát jelenti. És ezért nem csak ismeretszerzésre kell törekedni, most így általánosságban beszélek, a bölcsességről és a tudásról, de majd szólni fogok a, a ter, ter, szent a megnyilvánulásai, mert a szent a megnyilvánulása által, akár a bölcsesség beszéde, akár a tudománynak vagy az ismeretnek a beszéde, az természetesen egy más kategóriához tartozik. De a bölcsesség most így általánosságba véve, az mindig a gyakorlati, az mindig útba igazítja, vagy egy helyzetet old meg, de igazából cselekvési programot tartalmaz, és egy helyes cselekvés, helyes életvitelt foglal magába és tartalmaz. És ezért rendkívül fontos, hogy a mindegyikünk az ismereteit, helyes módon használja. A helyes használat az ismeretnek, meg az Istenek a tökéletes akaratának felel meg. Akkor használjuk helyesen a tudást, hogyha a cselekedeteink Isten tökéletes akaratával megegyezőek. Tehát, és itt látjuk, hogy Péter, illetve Jakab felsorol négy formáját a bölcsességnek. Az első formája a bölcsességnek a földi, amely a természetes tudást tartalmazza, illetve természetes tudásnak, ismeretnek a helyes használatát tartalmazza, pontosabban, és rendkívül fontos természetesen, hogy ezzel is rendelkezzen. Ma ezzel is sok probléma van, és látható módon nagyon sok ember, nem építi az életét, nem építi a házát, ahogy mondja példabeszédek, hogy a bölcs asszony építi a házát, a bolond asszony pedig rombolja a házát, és nyilvánvalóan olyan életvitel tartalmaz a bolondság, amely a házasságnak, a, házasságnak, a családnak a széteséséhez vezet. Például bolondság kategóriába tartozik, és nem bölcs cselekszik valaki, hogyha kicsapongó életet él, házasságtörésbe kerül, lép be, paráznaságba, vagy a szexuális bűnöknek különböző formáiba, mert nyilvánvalóan, hogy ezek mind a házasságromboló és családromboló cselekedetek, és ennek következtében sorsrombolóká válnak, mert ha valakinek a házassága, vagy a családja szélesik, az nyilvánvalóan a sorsában is törés szenved, és nem lesz ugyanaz az ember ezután, mint volt előtte. És az okos ember pedig folyamatosan építkezik, igyekszik kikerülni a bomlásokat, a töréseket, és ezért a döntéseit is megfontolja a tudását olyan, úgy használja föl, hogy a választásai, döntései bölcsek legyenek. Akár a társválasztásra gondolok, akár a munkahely változtatásra gondolok, vagy munkahelyi megváltoztatás változás, választásra, foglalkozás választásra, lakóhely választásra, és így tovább. Tehát ezek az egyházhoz való tartozás választása, ez mind olyan kulcsfontosságú választások, amelyben az emberekben lévő bölcsesség vagy bolondság nyilvánul meg. És nyilvánvalóan gyümölcseiről lehet megismerni a fát, hogy akik bölcsen cselekszenek, azok kikerülik a törés vonalakat, a válságokat, nyilván éri őket is baj, de viszont a sorsuk az nem törik meg, hanem egyenes irányba fejlődik. De dicsőség az Úrnak, ha mégis valakinek a zátonyra futott a sorsa, vagy az életpályája, az Úrban, hála Istennek van kegyelem, és újra lehet kezdeni. És vannak, akik elrontják első nekifutásra, vagy második neki futásra, de ha megtérnek teljes szívükből, akkor az Úr kegyelmet ad, és segít nekik az Úr fölállni, talpra állni, és uh, látok uh, ilyen, nem, is, uh, nem, csak olyan, akik csak két, uh, kettő próbálkozásra sikerült nekik, hanem több próbálkozásra, uh, de ez mind az Úrnak az irgalmát és szeretetét és jóságát bizonyítja, hogy az Úr uh, nem mond le az emberről, hogyha nem sikerül neki az első kör. De nagyon fontos, hogy erre törekedjünk, mert azért a fájdalmak, illetve csalódások, boldogtalanságok, azok megviselik az embernek a lelkét. Tehát ezek a, a természetes bölcsesség az elmulandó, és azért az istenek az igéje világossá teszi az egykorintos belélkezített levélhez, ha laposztok, hogy Isten bolondságá teszi, hogy ezt hogy kell érteni természetes, nem azt, hogy kiabáljuk, hogy a világi vagy a természetes bölcsesség bolondság, hanem amikor visszajön a názeti Jézus Krisztus, és nyilvánvalóvá válik a názeti Jézus Krisztus, a Mesiás, és a világot nem a politikai pártok, mert nem a világbirodalmak fogják jobbá tenni, és nem ezek fogják megszabadítani az emberiséget a szenvedéstől, az igazságtalanságtól, e, e, balsorstól, hanem a mesiás, és ez akkor válik nyilvánvalóvá az emberiség előtt, tehát nem csak a hívők előtt, hanem az egész emberiség előtt, amikor a názati Jézus Krisztus megjelenik. És képzeljétek el, hogy azok a bölcsességek, amelyeknek a célja volt a világértelmezése, világnak a megmagyarázása, új rendszereknek a kialakítása, hogy hogyan lehet újabb, tökéletesebb úgymond rendszereket csinálni, hogy megoldjuk az igazságtalanságot, megoldjuk a kizsákmányolást, megoldjuk az elnyomást, stb. stb., ezek az úgynevezett bölcsességek mind bolondságá válnak, mert kiderül, hogy a nagy része a tartalmának a nagy része, azok, azok ö, ö, nem ö, az igazsággal állnak összefüggésbe, hanem inkább csak el lehet mondani egy emberi akaráson, vagy emberi gondolkozáson, feltételezésen alapult, de nem volt nincsen neki valóságos alapja, amivel lehetne valójában megoldani ennek a világnak a bukását, vagy a világnak az elesettségét. És addig az emberek sajnálatos módon ezekbe a világ magyarázatokba, értelmezésekbe hisznek, sajnálatos módon hívőkön is látni, hogy nem tudnak különbséget tenni, és nem érzik ennek a relativizmusát, hogy mennyire relatívak, és mennyire sok-sok valótlan elemet és állítást és hamis valóság fogalmat tapasztalnak, és gyakran ezeket abszolutizálják, és fölcserélik Istenek az igéjével, és ez, ennek az lesz a következménye, hogy sajnálatos módon ők is az életükben nem bölcs döntéseket hoznak, hanem rossz döntéseket hoznak. Ezért nagyon vigyázatok arra, hogy, hogy az igazi bölcsességre vágyakozzatok, mert újra mondom, az egykorintus belélkezét levél első fejezete világosá teszi, 19. versszakban, hogy mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek a bölcsességét, értelmét és az értelmét elvetem, hol a bölcs, hol az irástodó, hol a világnak a vitázója vagy magyarázója, nem, de bolondságát tette Isten a világnak a bölcsességét. Mert minek utána az Isten a bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Isten, tetszik az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által meg a hívőket. Tehát pontosan erről van szó, hogy azért válik bolondságá, mert kihagyják igazából az, az, azt a szemét, akinek bármennyire is csupolják, az ő neki van meg a hatalma kompetenciája, az Istentől való felhatalmazása és képessége arra, hogy a világnak a problémáit megoldja. És nem rendszerek, nem pártok fogják megoldani a világnak a problémáit, hanem egyetlen egy személy. Ezért vagyunk mi keresztények, és ezért hiszünk a mesiásban, a Názárti Jézusban, hogy nem pártok, nem nemzetek, nem birodalmak fogják megoldani a világnak a problémáit, hanem Názárti Jézus Krisztus fogja megoldani a világ problémáját. Nyilvánvalóan hiszünk hogy amennyit kell, meg tud tenni az ember, hogy a világot jobbítsa, megreformálja, emberségesebbé tegye, azt mindent meg kell tenni. De a világnak nem mi vagyunk a megváltója, a világnak a megváltója egy személy, a názati Jézus Krisztus. És ez nagyon fontos, hogy amikor a világi tudományokkal találkoztok, és ezt el, e e sajátítjátok és használjátok, hogy erről ne feledkezzetek el, ugyan még, a végső bizonyíték nincs az asztalon, de meg fog jelenni a végső bizonyíték, amiről az összevetelt kezdtük, hogy a megjelenik dicsőségben és hatalomban, és akkor megnézik az ember, hát mi lesz a marxizmussal? Megy a kukába. Mi lesz a kapitalizmussal kapcsolatos doktrinákkal? Megy a kukába. Mi lesz az evolúcióval? Megy a kukába. És a többi is. Megy a kukába, mert fogják látni a Názárti Jézus Krisztusnak a visszajövetelével, hogy milyen ellentét van a világ hipotézisei, bölcserletei és az Istenek a bölcsessége között. Isten igény azt mondja, hogy a Názárti Jézus Krisztus az Istenek a bölcsessége. Benne van elrejtve minden ismeret és bölcsesség, és éppen ezért nyilvánvalóan, mi nem azt mondjuk, hogy most fog ez bekövetkezni, nem 2021-ben, de egyértelműen, hogy ebbe az irányba haladnak a folyamatok. Jövő időt, jövő időt használ pálapostól, erről ne feledkezzetek el. Nyilvánvalóan, hogy ma ezeket a tudományokat kell használni, de egy hívőknek tisztába kell lenni, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon kétséges, és a legtöbb ideológia vagy rendszer, tudományos elmélet egészen biztos nem fog fönnmaradni a következő korszakban, a tananyagból ki fog kerülni. Nem azért, mert bigottak lesznek az emberek, hanem azért, mert a teljes igazságnak az ismeretére jutnak. Amen. Mert a teljes igazság a názati Jézus Krisztus személye. És amikor látják azt, hogy megjött a Mester, és megoldódik a világ, a, egy igazságos társadalmi rend fog létrejönni. Az emberek között nem lesz gyűlölet, nem lesz rasszizmus, nem lesz megkülönböztetés, nem lesznek világhatalmak, nem lesznek elnyomottak, nem lesznek háborúk. Akkor az emberek azt mondják: Hé, hát ha ezt mi tudtuk volna, mert előbb vártuk volna a visszajövetel, De te tudod, és ezért mondom neked, hogy ne bizonytalanodj el különböző világi ideológiáknak a befolyásaképpen, mert a jövő tégedet, a te hitedet fogja igazolni. Honné tudom? Hát most elmondom a személyes bizonságaimat, úgy, azt is, hát ha Jézus Krisztusban nem hittek az emberek, akkor én ki vagyok ahhoz képe, hogy, hogy valakit. valaki. Nyilván azok elhiszik, akiknek Isten szól a szívükhöz, hogy nem hazudok, hanem igazat mondok. De végső soron ez van, hogy ki vagyunk szolgáltatva, olyan dolgot állítunk, aminek a végső bizonyítása ma csak a jövőben fog megtörténni. Addig a hitnek a bolondságába kell járnunk, emberek. És ez a bolondság, ez, 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 ez sor, olyan sorsot hoz, hogy sokszor nevetség tárgyává tesznek bennünket, de Jézus Krisztusért ezt vállaljuk. Türelmesen vállaljuk. Ha Ábrahám négyezer éve. Hát ugye azt olvasjuk, hogy Ábrahám elhagyta a, a rokonságát, kihívta az úr a családjából, és elment olyan helyre, amit nem ismert, és ráadásul 175 évig élt, és mit szerzett ő az ígéret földjébe? Éppen annyit, hogy el tudta temetni a drága szerelmét, sárát. Egy kis barlangot tudott megszerezni, többet nem. De nyilvánvalóan nem depresszióval és csalódottan, frusztráltan fejezte be a földi pályafutásán, hanem reménységgel, egész életében az elhívás után mindig reménykedve hitte és távolról üdvözölte, hogy az Istennek az uralma el fog jönni a Földre. Képzeld el, ő, ma, ő ezelőtt négyezer évvel élt. Mi sokkal közelebb vagyunk az Úrnak a visszajöveteléhez, és csodálkozok, hogy Noime egy keresztény mennyire türelmetlen, hogy nem tud várni. Ha Ábrahám, Izsák, Jákob, négyezer éves időtartamat tudod várni, mert, mert, igazából jó, a megtörtént a megváltás, de a végső megváltás, és különösen izrael kapcsolatosan, az a jövőben fog megvalósulni, és ezek nem panaszkodtak. Nem mondták, hogy miért. Nem hisztisztek. Hogy most azonnal. Ezek nem gyerekek voltak hanem hitben felnőttek voltak. Tudták nagyon jól, hogy nagyon-nagyon sok ember számára Isten kegyelmet akar adni. Ezért nagyon sok generáció fog megszületni a Földön. És minden generációnak Isten fog lehetőséget biztosítani, meghívást postázni, hogy lépjenek be Istenek a királyságába és ők ezt előre látták. Ők nem voltak buta emberek, ők spirituális emberek voltak. Szellemben látták, üdvözölték az Úrnak a napját. Távolról mi meg szinte közelvalók vagyunk. Ne, mi olyan korszakban élünk, hogy a ajtónk előtt áll Jézus Krisztus. Ilyen közel van a visszajövetelének a napja. Mi ne tudjunk várni, mi ne tudjuk törni azt, amit törni kell. a reménység tűrés nélkül nem v, v, megszakad, a reménység az mindig jövőre való várakozás jelenti, és mindig a reménységnek a beteljesedésével szemben olyan dolgok történnek, amely próbálnak bennünket meggyőzni, hogy a reménységünk aznak nincs valóságos tartalma. Ma például a világnak a lázadása próbál meggyőzni. Hogy látjuk, hogy próbálják kitörölni nyugat kultúrából is, a kinyilatkoztatást, az evangéliumot, hogy szégyenítik meg mindazokat, akik továbbra is ragaszkodnak az evangéliumhoz. De nagyon bátorító, hogy sokak nem, sokak nem lehet megfélelmíteni. És örülök, hogy ezekben a napokban is ezt tapasztaltam, például izrael kapcsolatosan, nem lehet megfélelmíteni nagyon sok embert. Nem hajlandóak lemondani a drága mesiásról. Várjuk! És egészen biztos, jövőben is szükség les, lesz a reménykedve való várakozásnak. Tehát, amikor az igazság megjelenik, akkor válik nyilvánvalóvá, hogy a tudományban, a világi természetes bölcsességnek mi a valós tartalma és a profécia szerint hogy ezek elveszítik az érvényességüket, hitelességüket, mert olyan bizonyítékok jelennek meg, amely tarthatatlanná teszik ezeket, úgyhogy ez felejthetővé válik. Úgyhogy ez a, ter ez a természetes bölcsességgel kapcsolatosan amit szeretnék el hangsúlyozni, hogy haszontalanná szava hihetetlenné válnak idővel, amikor a mesiás megjelenik, mert nyilvánvalóvá vált, válik hogy kihagyták a legalapvetőbb, legfontosabb igazságot a világnak az értelmezésében, magyarázatában, és a most is olyan világot akarnak létrehozni, amiből nem csak, hogy megtörik Jézus Krisztus, hanem mindent elkövetnek, hogy helyettesítsék a názeti Jézus Krisztust. A második következő a lelkibölcsesség, bölcsesség, amiről Jakab beszél, tehát az első a, a földi, a természetes, a második a lelki a lelkibölcsesség, amely az embernek a lelkén, érzésén, akaratán, gondolatán alapul ebből forrás, ebből ered, és természetesen emberi szempontokat tartalmaz, erre is el lehet mondani, hogy relatív értékű, nyilvánvalóan az ember nem tud végső igazságra eljutni, a végső igazságot a kinyilatkoztatás mondja. Közli a végső igazság az, amely nem változik, azt nevezzük végső igazságnak. Mi nekünk ilyen relatív igazságaink vannak a lelki bölcsességünk alapján, és ezek is változnak, ahogy növekszik az embereknek a tudása, ismerete, és ezzel kapcsolatosan a helyes életvitel, a tudásnak a használata, helyes használata, ez nyilvánvalóan változ, a bölcsességet is alakítja és formálja, tehát ezzel is az vonatkozik, hogy ugyan nélkülözhetetlen most, mert fontos, hogy ezen a területen is kiválóak legyünk, de viszont nagyon fontos, hogy ne ez legyen számunkra úgymond abszolút bölcsesség. A harmadik változata, amit Jakabit felsorol, vagy fajtája a bölcsességnek, a démonikus bölcsesség. Erről is néhány mondatot hadd mondjak, mert nagyon eh, eh, nagy befolyása van a világra a démonikus bölcsességnek. Ez is természetesen eh, eh, valóságos eh, 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 dolgokat vagy tényeket próbál eh, 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 közvetíteni útmutatást adni, de többnyire a démonikus bölcsességnek a fő célja, a félrevezetése az emberiségnek. Először a, a démonikus bölcsesség a, a Luciferen keresztül, vagy akkor már sátán volt, illetve Kigyon keresztül jött be, ugye sátán használta Kigyót, amely következőképpen szól, és továbbra is körül forog igazából a démonikus bölcsesség, hogy ugye elmondja a, a kérdésre Éva a választ, hogy abból ne egyetek, abból a, fa, a, a fának a gyümölcséből, és azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Erre a kigyó mondja az asszonynak a negyedik versszakban harmadik fejezet, hogy bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon eztek, abból a megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak a tudói. És ezután látta az asszony, hogy jó az a fa az elederrel, hogy kedves a szemnek, és kívánatos a fa a bölcsességért, szakasztott azért annak a gyümölcséből evé, adá a velelevő férjének is, és evék. Nagyon érdekes kijelentést tartalmaz, többek között ebből a szempontból is ez a ige szakasz, ami azt jelenti tehát, hogy létrejött az emberben a démonikus bölcsesség utáni vágyakozás. Mert a, a, a démonikus bölcsességnek a lényege, hogy az ellentétét cselekedni Isten igéjének. Hogy amit Isten mond, annak az ellentétét, Selekedni. És azt olvassuk, hogy amikor ez az állítás elhangzott, hogy cáfolta a, a, a kigyó, illetve az ördög, a názat, illetve az úrnak a szavát, hogy meghaltok, a cáfolat úgy szól, hogy bizonyal nem haltok meg, sőt ezt überolta azzal, hogy tudja Isten azt, hogy ha eztek belőle istenek lesztek, és ugye abban pillanatban az emberi nagyság utáni vágy, az ember önmagának a fölmagasztalási utáni vágya, azonnal, hogyha ezt, ezt érem el a bölcsességgel, akkor az a bölcsesség kívánatos lesz. És ez a romlott bölcsesség azóta is jelen van a kultúrákban, és különösen most lett uralkodóvá, Szinte ez az a bölcsesség, amivel igyekeznek kiszorítani az Istentől való bölcsességet a kultúrákból, és ma ez nagy kihívás jelent, mert szemmel látható és látható kortársak vagyunk, hogy sajnálatos módon nagyon sok kortársunk vonzódik, kívánkozik a démonikus bölcsesség után. A démonikus bölcsesség az rombolást idéz elő az embereknek a sorsában, életpályában, életvezetésében, nem beszélve arról, hogy pokolba is vezeti az embereken a démonikus bölcsesség. És az a döbbenetes, hogy annyira leuralja az embereknek az elméjét, gondolatait, hogy az emberek akkor sem szakadnak el ilyen démonikus bölcsességtől, amikor szemmel láthatóan látják a saját maguk életükben, hogy milyen sorsromboló erővel és hatalommal rendelkeznek. Na, még egy példát hadd mondjak a démonikus bölcsességről. Ugye a a kettő Sámuel könyvének a 13. fejezetében olvassuk, hogy Ammon megszerette, legalábbis úgy érezte, támál egy féltestvérét, és minden áron meg akarta szerezni, de nem találta módját, hogy hogyan szerezze meg és bestalanítsa meg támárt, és ekkor színpadra, színre lépett Jonadab, aki olyan tanácsot adott neki, amely messze menőké betöltötte a démonikus bölcsességet. És lehet látni, most nincs arra időnk, hogy ezt részletesebben elemezzük, tehát ő azt tanácsolta neki, hogy te betegnek magát, és úgy hívja oda az apját, Dávidot, és mondja a Dávidnak, hogy a támár készítsen el neki ételt, és akkor meg fog gyógyulni, nyilván ezt a látszatot keltette. Ez sajnálatos módon megtörtént, és akkor Ednek az lett a következménye, hogy Amnon meg erőszakolta, megbecstelenítette Tamárt. És, és a démonikus bölcsességnek a követője lett, persze ő ezt kívánta, nem állt ellene Amnon, de Jonadább, aki adta a, bölcse, adta a tanácsot, az kifejezetten eszes ember volt, de ezt eszét démonikus bölcsességre használta, és látjuk, hogy mi a sorsromboló, illetve nem csak sorsromboló, tragédiához vezetett a démonikus bölcsessége. Tehát már ugye egész életében magányos hölgy lett, démonik tették, az Amnon pedig meggyilkolták tragikus körülmények között, fejezte be fiatal emberként az élet pályáját. Ezt csak azért olvastam föl, hogy szerettem volna illusztrálni, hogy a démonikus bölcsességgel vigyázni kell. Mert van olyan, a pálapostól is utal a kolossiakhoz írt levélben, hogy vannak dolgok, amik bölcsességnek látszanak. És igen, sokunk szeretjük a bölcsességet, élvezzük a bölcsességet. De van, amikor a bölcsesség csak szavakban áll, a bölcsességnek semmi valóságos alapja nincsen. És ma különösen a szavakban lévő bölcsesség, ami népszerű, de maga a gyakorlatban nem nagyon nyilvánul meg, mutatkozik meg a bölcsességnek a gyümölcsei. És ugye a szavakkal való bölcsesség, ma a sajnálatos módon a kereszténységét is leuralta. És Pál Lapostól a következőt mondja Korintusiakhoz itt levélben, hogy nem megyek beszédben való bölcsességrel, ami azt jelenti, hogyha beszélhetek bölcsen Jézus Krisztusnak a megfeszítéséről, föltámadásáról, de ha ti az Isten országából semmit nem fogtok tapasztalni, nem látjátok, hogy hogy mennek ki az emberekből a démonok, hogy gyógyulnak meg a betegek, hogy kapják meg az emberek a bűneiknek a bocsánatát, hogy nyilvánul meg közöttük a Szent Élek, hogy csodák jelek történjenek, akkor, akkor azt az, 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 ha ez nem nyilvánul meg, akkor marad a, a bölcsesség beszédben. Ezért Pál Lapostól azt mondja, nem azért megyek, hogy beszédben való bölcsességet mutassak nektek, hanem azért, hogy az Isten országát szellemben és erőben demonstráljam közöttetek. Ma ez szinte eretnekség a kereszténység számára, mert annyira elidegenedtek a szentlélek erejétől, hogy teljesen más felfogása van a keresztényeknek, a döntő többségének a kereszténységről, mint ami eredetileg a, maga a kereszténység. És addig nem is tud működni igazából a keresztény élet és szolgálat, míg a hívők vissza nem térnek. És jó, csodálatos a szavakkal bölcsen beszélni, látjuk, hogy ugye a média uralja a világot, és többnyire az emberek ugye káromkodnak a, mit tudom én, a stúdiónak a, a folyosóján, és ha bemegy a stúdióba nyilván, akkor meg ékesen, szépen beszél. Hazamegy otthon, mint a kocsi is úgy ömlik a szájából, a káromkodás, az obszént, beszéd, vagy a személyes kapcsolatban is, de ha nyilvánosság elé kerül, akkor mondja a görög, római szakkifejezéseket az ő tudományával, és az emberek el vannak ájulva, hogy milyen nagy tudású bölcsember. Ez nem más, mint szemfényvesztés. Ez nem bölcsesség, és nem is értelem. Ez az, amiről Pálapostól mondja, hogy ezt ő nem csinálja, a bölcsesség az valóság, a bölcsesség az tett, a bölcsesség az cselekedet. A bölcsesség az gyakorlat. A bölcsesség az életvitel, életvezetés. Az helyes életvitel. A harmadik bölcsesség. A bölcsesség természetföldi tartalmával szeretnék beszélni, és nyilvánvalóan ez egy általános bölcsesség, amit az Úrnak a, a, a bölcsesség szelleme ad meg, és az nagyon fontos és minden keresztény számára elérhető, hogy föl legyen kenve a bölcsességnek a szellemével. Mindegyikünk szám, ez nem azonos a bölcsesség beszédével, hanem a bölcsesség szelleme a Szentléleknek egy kenete. És azt látjuk, hogy akibe a bölcsesség szelleme benne van, veszi a bölcsesség szellemét, itt is nagyon fontos a kívánság, hogy kívánt a bölcsesség szellemét, hogy Salamon is kívánta, nem kért vagyont, nem kért hatalmat, hanem bölcsességet kért Istentől, és a bölcsesség szelleme fiatal emberként beszállt, rászállt a, a, a Salamon királynak a szívére, és nyilvánvalóval vált, a sok probléma megoldással, hogy olyan problémákat tudott megoldani, amit az apja nem tudott megoldani, áthagyományozta a fiának, bár figyelmeztette a fiát, hogy ezeket a problémákat meg kell oldanod, de tudta nagyon jól Dávid, hogy egy bölcs fia van, sovány fia volt, nem volt olyan katonás ember, mint ő, de tudta nagyon jól, hogy viszont van egy nagy erényes alamonnak, most nem az öreg salamonról beszélek, hanem a fiatal emberről, hogy bölcs és a bölcsességre volt a legnagyobb vágyakozása. És a bölcsesség szelleme, ha benne van, akkor az ember azt általánosan, folyamatosan tudja használni a bölcsességet. Ez egy kulcsfontosságú. Ilyen személy például a Bibliában József. Ő is folyamatosan tudta használni a bölcsesség szellemét, és természetesen működött is nála időszakonként a bölcsességnek a beszéde amely fontos szerepet játszott, hogy a fára után a második legfontosabb ember lett a birodalomban. Ugyanezt el lehet mondani Dánielről, ő már fiatal, szinte tínédzser lehetett, amikor a bölcsességnek a szellemére volt nagyon éjség benne. Nyilvánvalóan, hogy a háttere, a családi körülménye, körülményei ezt elősegítették, hogy betöltekezett hogy a bölcsesség szellemével, és az első megnyilvánulása az volt, hogy nem volt hajlandó a király ételéből fogyasztani, hanem továbbra is ragaszkodott a kóser ételhez, nem akarta tisztátalansággal megrontani a természetét. Most az új szövetség, az más szövetség, de az viszont fontos az új szövetségben is, az ételnek a megszentelése, könyörgése, imádkozása, imádkozás az ételére ez, ez zárójelbe bezárva, de most ugye egy ószövetségi szentről beszélünk, aki már fiatal emberként bölcs volt, vágyta, hogy bölcs legyen, és hát kiderült, hogy az volt, már a tanulmányi előmenetele is bizonyították a bölcsességét, és ráadásul nem csak Isten igéjét kellett neki tanulmányoznia, Nyilvánvalóan, hogy birodal a Babilonnak a tudományát is el kellett sajátítania. Rejté előttem, hogy hogy tudott, mert okkultizmussal volt ez átítadva. Hogy tudta ő ezt a tudományt, ezt a mérgezett tudományt úgy elsajátítani, hogy nem lett megfertőzve a szelleme és a felfogó képessége? Hát ehhez viszont biztos, hogy bölcsességre volt szükség. Aztán persze működött benne a bölcsesség beszéde, de ehhez majd visszatérünk. Tehát őnála is folyamatosan működött az egész életében a bölcsesség beszéde. A názeti Jézus Krisztuson meg ugye nem kell különösebben mondani, hogy már 12 éves korában olyan bölcsesség volt benne, amitől a rabiknak a szája leesett, hogy ilyen még nem hallottak, Ugye 12 éves fiú ennyire járatos legyen az Isten igében, de nem csak járatosság fontos, mert egy dolog, hogy valaki megismeri a Szentírást, hanem a Szentírásnak, az igének a vonatkoztatása, a használata, hogy mi, mire vonatkozik, ahhoz kell a bölcsesség. A, szent, a Bibliát könnyű megtanulni. Ugye a zsidó fiataloknál ez követelés, követelmény volt, hogy a Tórát ismerjék, megtanulják de annak a pontos használata, értelmezése, vonatkoztatása, na no hát ahhoz kellett az általános bölcsesség, és ezzel természetesen Názati Jézus Kisztus már 12 éves korában rendelkezett ezzel az általános bölcsességgel, és folyamatosan látjuk ezzel, hogy az egész földi életében, de maga a személy magáról el lehet mondani, hogy ő maga a bölcsesség. Tehát ezért az általános bölcsességre ezért van szükségünk, hogy ha megvan a szívünkbe, akkor az egész életünk, a, nyilván Isten ajándékának köszönhetően egy biztonságban van, mert az általános a, a, a bölcsességnek a szelleme folyamatosan, általánosan tudja biztosítani az ember számára, hogy olyan nagy hibákat nem vét az életébe hogy a legfontosabb döntései azok nem rombolóak lesznek, hanem építőek lesznek az életébe. És ez pedig mindenki számára elérhető, ezért mondja Jakab, akinek nincs bölcsessége, kérje Istentől. És ő személy válogatás nélkül megadja. A Szentléleknek egyik kenete a bölcsességnek a szelleme, tehát ez nem azonos a bölcsesség beszédével, hanem ez olyan szellem, Amely, amelyel betöltekezhet az ember, és irányítja az embernek a gondolkozásmódját, az embernek a választását, életvezetését, és nyilvánvalóan az Istennel és embertársaival való együttműködését is irányítják. Például még egy példát hadd mondjak a bölcsességgel kapcsolatosan, hogy mennyire fontos a tudomány és a bölcsesség, hogyha kolosse beléjelkezét levélhez lap, laposztok az első fejezethez, következőt mondja a 9. és a 10. verszakban Pálapostól, tehát Kolosse beléjelkezét els, első fejezet, 9. és 10. verszak. Azért mi is amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg, értetek imádkozni és kérni, hogy betöltessetek Isten akaratának a megismerésével minden szellemi bölcsességben és értelemben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, a teljes tetszésére, minden jó cselekedettel, gyümölcsöt terentvén, növekedvén Isten megismerésében. Tehát imádkozik Pálapostól a keresztényekért, Hiszem, hogy ez az ima méretünk is elhangzott, és miért imádkozott először azért, hogy szellemi ismerethez jussunk mi. Erről majd később beszélek a szellemi ismeretről, mert az ismeretnek is több fajtája van, tehát a szellemi ismeret és a szellemi bölcsességnél tartunk most. Az első, hogy a szellemi ismeret, tehát Isten akaratának a megismerésével ről van szó, hogy először fontos az ismeret és utána mondja a szellemi bölcsességről beszél, hogy a szellemi ismeret mellett rendelkezzünk szellemi bölcsességgel. Honnét tudjuk meg, hogy egy hívőben van a szellemi, megvan a szellemi bölcsesség, nem csak a szellemi ismeret van, tizedik verszakban van erre a válasz, hogy Isten tetszése szerint jár, az életmódja teljesen megfelel Isten tetszésének, és jó cselekedeteknek a gyümölcsével van tele az élete. Tehát ez a kettő bizonyítja azt, hogy bölcs is, nem csak ismerete van, hanem bölcs is, vagyis a ismeretet helyesen használja, be tudja kamatoztatni. Vannak emberek, akik nem rendelkeznek akkora nagy tudással, de mégis sikeresebb emberek, mert a kevesebb tudást bölcsebben tudják használni. Vannak olyan emberek, akik nagy tudással rendelkeznek, de a sikertelenek a földi életben, tele vannak diplomával, magas tudományos szintekre jutottak, a, a tudomány ágazatban, de nem tudnak sikeresek lenni, mert nem tudják használni az ismereteiket. Tehát rendkívül fontos az ismeretnek a használata. Az ismeretnek a használatára pedig magyar a szomszédnak bölcsességre van szükséget. Dicsőség az Úrnak. És az Úr ezt megadja. Tehát ez az imája az Úrnak hogy legyen meg a szellemi ismeret és a szellemi bölcsesség. Na most a bölcsességnek a, ter a beszédéről, tehát a természetfölti megnyilvánulására térjünk rá. A Szentléleknek a megnyil, közvetlen megnyilvánulásáról beszélünk, amikor bölcsesség beszédéről van szó. Isten tudjuk, hogy bölcs. A Szentlélek ad ebből a teljes bölcsességéből egy kis részt, a Szent Lélek kijelentése által az embernek. Azért például, hogy egy helyzetet megoldjon, vagy egy útmutatást adjon az ember számára, tehát újra szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon gyakorlati ö, ö, célja van mindig a bölcsesség beszédének, nem elméleti tudást tartalmaz. Ahogy mondtam, nem lehet szél választani igazából ö, mereven, az ismerettől, meg lehet különböztetni az ismeret ajándékától, de nem lehet mereven elválasztani, mert a bölcsességnek a magatartása, még természetfölötti szinten is tartalmazza, tartalmaz ismeretet, és minden esetben az ismeretnek a helyes használatáról van szó. És ezért tehát a Bibliában sok ilyen van, amikor útmutatást ad, Megold egy helyzetet a bölcsesség beszéde, vagy kikerül, megszabadul az ember a bölcsesség beszéde által egy helyzetből. Ugye a, már utaltam Józsefre, hogy a nél a bölcsesség beszéde államfejtésben is megnyilvánult, de nagyon nehéz választani, mert benne volt a tudománynak a beszéde is az államfejtésébe. Ez nem azt jelenti, hogy álmokat te fejtsél, mert az államfejtése lehet démonikus, lehet babonás, tehát hogy van egy babonás kézikönyv, hogy, hogy a álmos könyve mi, mit jelent, és akkor valaki, amikor álmodik, akkor azt az állatod, vagy stb. beazonosítja, hogy mit jelent, és akkor elkezdi az álmat fejteni. Nem ajánlom senkinek sem, mert démonizálódik az ember. Az állam Fejtése, vagy az álomnak a magyarázása, az a Szent Szellemnek a megnyilvánulása. És Szent élekkel fölkent emberek embereket használt Isten álomnak a megfejtésére, magyarázatára, Ilyen volt ugye József, és különösen Dániel, ez a kettő volt, kettőnek nagyon-nagyon különleges kenete volt az államnak a megfejtésére és nagyon gyakran, hogyha elolvassuk az álmot, Hát nem lehet ilyen egyszerű testi módon beazonosítani, csak az, hogy a most mit, éppen a minek a jelképe, és akkor hogy magyarázzuk. Tehát így nem lehet el megfejteni, hát csak gondoljatok a menemenetekkel ufarszínnak a megfejtésére is. Ember legyen a talpán, aki azt meg... Hát most már tudjuk, hogy mi a megfejtés, mert megáldott bennünket Dáv, eh, Dániel ezzel az ismerettel, de azt gondolom, hogy ha mi kerültünk volna egy ilyen helyzetbe, egészen biztos, hogy mi is néztünk volna, mint Jenő a moziba. Régen szokták ezt mondani, de nem akarom a Jenőket, áldja meg Isten gazdagon, semmiféleképpen nem akarom megsérteni őket. De az a helyzet, hogy mi is néztük volna a fehér falat, hogy <laughs> micsoda ez, és egészen biztos, hogy nem tudtunk volna rájönni, mindahogy nagyon gyakran a nyelveken szólás és a nyelvek magyarázását is összekeverik az emberek, mert azt hiszik, hogy tolmácsolás, és azt hiszik, hogy azoknak a szavaknak van valami szótári jelentése. Hát megnyugtatlak tégedet, ne keresd a szótárokat, és ne keresd azokat a szavakat valamelyik idegen szavaknak a szótárába. Lehet, hogy van olyan, de a lényeg az, hogy az nem tolmácsolás, hanem magyarázás, az egészen más, valamint magyarázni, meg valamint tolmácsolni. Ezért lehet, hogy például nyelveken szólással kapcsolatosan egy mondat áll öt szóból, és a, a magyarázat meg áll öt mondatból. És akkor te azt mondod, hogy a magyarázó téved. Hát hogy lehet öt mondattal megmagyarázni öt szót? Hát vannak olyan öt szók, amikkel könyveket kell írni róla, hogy az ember meg tudja magyarázni, hogy miről van szó. Tehát a magyarázat az általában mindig több, mint ami a kijelentés. Tehát ilyen testi, e, pszichikai módon ezeket nem lehet megközelíteni, ezek természetpróti dolgok. A, a bölcsesség beszéde is. És igaz ez a tudománybeszéd is. Ezek szellemi beszédek. Ezek természetföldi beszédek. Tehát azért nem értik az emberek a Bibliát, mert hát szinte a profétákat nem is lehet érteni. Mert a profitai beszédnek a nagy része az a bölcsesség beszédének és a tudománybeszédnek a megnyilvánulása. És ha kihagyott belőle a természet akkor egyáltalán nem érdekes, nem érdekes a Biblia számodra. Mert hát nyelvtanilag mondatszerkezete, minden, ráadásul több ezer éves mondatok, hát Istenem, hát akkor inkább valami, ahogy olvastam, hogy a mai fiatalok az Istenel kapcsolatos szövegeket dalszövegekből tanulják meg, és nem az Istenek az igéjét fogadják be, de figyeljetek ide, bármilyen jó dalszöveget írnak, dalköltők vagy fordítók, vagy és így tovább, egyszerűen az Isten igényét, azt nem lehet, vagy az Isten igének az olvasását, tanulmányozását, azt nem lehet pótolni. Az Isten igéért olvasni kell. Isten igéét hallgatni kell. A daloknak a szövege ezt nem tudja pótolni. Amen. És azért fontos ez, mert Jézus Krisztus azt mondja a farizeusoknak, hogy erőtlen hiába való az Isten tiszteletetek. Azért, mert Isten igéjét kicserélték a saját szövegeikkel. És ha az Isten igéjét kicseréljük, még akkor is, hogyha tartalmilag azonos Isten igéjével, akkor sem ige már. Az igében ben van Istenek a természete, ben van Istenek a szelleme, és nem a nyelvtani tartalma az igaza. hát az is fontos természetesen, de nem a nyelvani tartalmában van a mag, hanem a spirituális részében van meg a mag. Annak kell szellemi robbanásnak megtörténnie, hogy a szellememet és a lelkedet, és a te szellemenet és a lelkedet megérintse és beépítse a Krisztusnak a természetét a te természetedbe. Így kerül be, mint, mint oltott mag a természetedből, és ebből fejlődik ki az új természet. De ha nem szerzed az Isten igéjét, nincs mag az életedben. Nekünk az a feladatunk, hogy ma, mi igazából én magvető embernek vélem magamat. Az életem abból áll, hogy vetem a magot. Isten ígét akartam, eddig is azt hirdettem, és a jövőben is azt hirdetem. Aztán, hogy ki mit csinál az igével, az az ő felelőssége. De egyet kérlek benneteket, ne próbáljátok helyettesíteni az Isten igényét valami mással. Nem lehet vallásos szertartásokkal, ceremóniákkal, dalszövegekkel, semmivel nem lehet helyettesíteni Istenek az igényét. A Szentlélek többek között azért jön a tudománybeszéde, a bölcsességbeszéde, ez mind az igét hozza el, vagy az igét eleveníti meg, tehát, hogy egy meglévő igét újra betölt, élesít, újra betölti tartalommal, hogy újra úgy működjön, mint annak idején, amikor a profétán keresztül a Szentlélek kibocsátotta az Istenek a szavát. És amikor ez megtörténik, akkor újra az emberek tapasztalják az Istenek a valóságos jelentését, és csodálatos dolog a kinyilatkoztatásnak a, a, a szellemébe, a tüzébe belekerülni, és érezni, az isteni életnek a lüktetését. És a természetfölötti megnyilvánulásai a Szent Éleknek ezt a cél szolgálják. Józsefből soha nem lett volna az, aki lett, ha nem működ, először is nem lett volna tele a bölcsesség szellemével, nyilván Isten kiválasztotta, ezért már gyerekként adott neki Isten bölcsességet, bár lehet, hogy nem kellett volna annyit dicsekednie, akkor kutba se került volna, de Isten szeretőknek minden javukra válik. Az a helyzet, testvérek, én sokszor gondolkodtam, hogy bölcs emberek, ha hibáznak, akkor is jól járnak. Hogy ez hogy van? Tehát ez elmondta, ugye ez álmát nyilván. Tudhatta volna, hogy a testvérei keserű irítséggel vannak megkötözve, és nem érdemes az irítségnek a pusztító tüzét fellobbantani. Ezért sokszor az ember, hát különösen Magyarországon, szerintem az irítség az népbetegség. Hányan hiszitek el, hogy a, a Magyarországon a irítség népbetegség? Hányan tapasztaltátok már? akkor nem vagyok egyedül ezzel a véleménnyel. De szeretném, ha Magyarország megváltozna, szeretném, ha nem keserű irítség mozgatná az embereket, és nem keserű irítség alapján döntenének, választanának barátokat, és így tovább. De sajnálatos módon bölcsesség helyett sok esetben a keserű irítség által döntenek, választanak bizonyos dolgokat. És persze, hogy ebből jó nem fog származni. Ezért van az országban, úgynevezett szegény gazdagok, van egy híres darab. Nem véletlen, hogy ez a föld teremtette, nem boldog gazdagok vannak, hanem szegény gazdagok, azok is rettegnek, félnek. Ezt a szellemet Isten söpörje ki ebből a légkörből, és az emberek legyenek szabadok, és használják azt az áldást, ami, amivel Isten megbízza őket. A másik nagy probléma, ha már itt vagyunk a, a klímánál a közéletnél, az, hogy az emberek nagyon szeretnek egymás életébe beavatkozni. Az órukat beleütni olyanban, ami is nem tartozik rájuk. És ugye ezért csodálkoznak sokszor, ha elmennek egy másik társadalomban, ott nagyobb a távolság az emberek között, nem foglalkoznak annyit egymással, és nyilvánvalóan sokkal szabadabbnak, elégedettebbnek, boldog, boldogabbnak érzik magukat. Tehát ez a probléma hogy na, nagyon sokan szeretnek beavatkozni mások életébe. Én azt tanácsolom, ha nem tudsz neki segíteni, akkor ne foglalkozzál vele. Ha tudsz neki segíteni, akkor is akkor foglalkozzál vele, ha segítséget kér. Mert a segítség által is lehet uralkodni a másikon. Tehát nyilvánvalóan Józsefnek a fölemelkedésében a tudomány és a bölcsesség beszéde is döntő szerepet játszott, és így tudott a megbírkózni többek között a fáraó, mert ott volt leginkább a bölcsesség beszéd, nagyon erőteljesen, ugye amikor a, 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 kiderült, hogy a hét bőséges esztendő után jön a hét szűk esztendő, és hatalmas nagy gazdasági válság jön a birodalomra, és akkor mit csináljunk? Ha nem működött volna a bölcsesség beszéde, egészen biztos, hogy hogy a Egyiptom is ugyanúgy ment volna tönkre, mint a szomszédos országok, ha akkoriban ugye más értelemben beszélünk országokról, de a bölcsességnek a beszéde megmentette Egyiptomot, de nem csak megmentette Egyiptomot, hanem birodalommá is tette Egyiptomot, és ez a bölcsesség beszéde egyértelműen a Józsefhez érkezett, és ő adta ezt a tanácsot, hogy hogy kell megoldani egy gazdasági válságot. És ezt nem egyetemi tankönyvekből ö, olvasta ki József, hanem természetfölötti módon kapta meg József ezt a kijelentést Istentől, a Szentlélektől, hogy milyen pragmatív, milyen cselekvési programot kell követnünk. És ezt a cselekvési programot, ha hát nem sok választása volt a fáraónak, Akár tetszett neki, akár nem, sőt az egész társadalomnak is kénytelen volt elfogadni, és kiderült, hogy működött. Az egyébként megszabadult, az emberek is megszabadultak a vagyonoktól, az igaz, mint most is, ahogy meg fognak szabadulni a vagyonoktól az emberek. Tehát megszabadultak az emberek a vagyonoktól, igaz, és a Fáraó lett az első számú magántulajdonos, szuper giga milliárdos, de végül is, hát ilyen módon átmenetileg megoldották a problémát, de aztán ugye ez azért kontraproduktív lett, mert azért ebből aztán csapda lett Izrael fiai számára is, úgyhogy Istennek kellett természetfölötti módon kihozni őket ebből a rendszerből, amely a rendszernek a létrehozásában egy bölcs, az megfelelt a, József ennek természetesen egy sidó fiatalember, meg volt az oroszlán része. És ez, nem a, ezzel nem azt mondom, hogy helytelenül cselekedte József, de akkor az életbe maradás az nem volt más lehetőség. A gazdasági válságot nem lehetett másképpen megoldani, csak ilyen formában. És akkor ráadásul nagyon humánusnak, emberségesnek is tűnt az emberek számára. És persze, ez aztán a hatalomnak a koncentrációja, a politikai, gazdasági, vallási, spirituális hatalom, hogy egy kézbe került. Ez ugye egy idő után a dinasztia is megváltozott Egyiptomba. Egy más uralkodó ház kezébe került a hatalom. Azok már ezt a hatalmas nagy hatalmat másra használták, elnyomásra, és csapda lett ilyen módon Izrael számára de ez egy más történet, ez a következmény. Tehát a bölcsességnek a beszéde működött Józsefnél, és József második ember lett, ilyen az ő segítségével megoldották az éjséget. Dánielnel kapcsolatosan is ugyanezt lehet mondani, hogy Dániel egyrészt ugye a királynak a álmát megmondta, amikor a négy világbirodalomról beszél, az igazából a tudománybeszéde. A tudománybeszéde az mindig az Istennek ma minden tudásán alapul, csak előzetesen annyit mondjak el. A minden tudásában Istennél nincs időfaktor. Tehát nincs az időnek a felosztása. Nincs múlt, nincs jelen, nincs jövő ezt egyébként a proféciákat, ha olvasod, akkor is ezt észre kell venned több proféciába, hogy az Isten úgy beszél jövőben bekövetkező eseményről, mintha már megtörtént volna. Azért, mert az Isten örökké való, ő nem időbeli lény. Ő az örökké valóságból egységnek látja az időt. Tehát mi, mivel hogy halandó emberek vagyunk, nálunk az ide, a dolgoknak az érzékelésében az élet életidőnk korlátozott tartalma miatt mindig van egy korlát. A korlát a jövővel kapcsolatosan van meg, nyilván a múltal kapcsolatosan is megvan ez a korlát, hogy egy csomó dolgot, illetve egy csomó dolgot, szinte semmit nem tudok a jövőről, semmit nem tudok, ez egy korlát. De Isten előtt ez nem korlát, mert ő nem időben él hanem a, ő neki a, 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 létezési form, a létezésének a tartozéka pontosabban, az az örökké valóság. Nekünk pedig az idő, és ezért vagyunk elmulandó emberek. És mivel, hogy én megszülettem, az én szüle és a jelen időm, az igazodok mindig az idő szemléletemben. hogy van hozzám képes múlt, tehát ami előttem volt, és van, ami majd a jövőben lesz. Mert nekem egy korlátozott időtartamon van, az idő nem végtelen, csak mondom, de eléggé nehéz nekünk ezt megfogni, hogy ebből a nagy-nagy időből van nekem egy véges időtartam. Mondjuk egy, hát, hadd legyek irgalmas magamhoz, meg magadhoz, 90 vagy 100 év. Egy idő után már mindent megunsz, nem tudnak már különösen egy idős, 80-90 évet elért emberet, hát nem tudnak újdonságot mondani neki, különösen, hogyha nyitott füllel, nyitott szemmel jár, nem fognak, nem fognak meg újdonságot mondani. Maximum az újdonság neki, nyilván egy keresztények más az újjászületés, Isten munkája, az mindig újdonság. A szellemnek az újság, az mindig újdonság. A családba, hogy jönnek a dédunokák, meg az ükonokák, ez is újdonság. De úgy egyébként unalmas lenne. De hála Isten gondoskodott róluk az Úr, hogy mi olyan lényeg vagyunk, hogy élünk időben is, és fogunk élni az örökké valóságban is. És éppen ezért meg kell tornáztatni a lelkünket és a felfogó képességünket, hogy körülbelül az Istennek a szeméből kellene elképzelni magunkat, hogy hogyan nézi ő az örökké valóságból az időt, a múltat, a jelent és a jövőt. És ennek következtében a, ő minden tudással rendelkezik az időben bekövetkező eseményekről, akár múltban, akár jelenben, akár a jövőben történik. Világos? Ez mind, mind, az Istennek a minden tudásának a részét képezi. Tehát minden a jövővel kapcsolatos ismeret is, az nem más a tudásából származó. A bölcsesség pedig újra mondom, hogy ezeket az ismereteknek a használatát, használatát tartalmazza. Dánielnél többnyire tudománybeszédről van szó, de például, amikor Nabukodonoszornak megfejté, elmondja az álmát, utána adott neki egy tanácsot, hogy hogy tudna a, a megbolondulást e, kikerülni az életébe, hogy ne hülyüljön meg. De sajnos nem követte el a tanácsát. Ha követte volna a tanácsát, nem, lett, nem e, süllyed volna le az állatoknak a szintjére. Ott, amikor a, adott, a, a, először a tudománybeszéd által mondja el neki, hogy mit jelent az álom, és utána adott neki tanácsot, útmutatás. Na, az útmutatás tartozik a bölcsességhez, az, uh, eh, az fejezte ki uh, Isten a bölcsességet, hogy volt még Nabukonozornak lehetősége az őrültséget kikerülni, de sajnálatos módon nem ez választotta. Vagy vannak olyan történetek, ahol a tudomány beszéde és a bölcsesség beszéde együtt működik amikor Jézus azt mondja, hogy evez a mére Péternek, a mére, miért kellett a mére velezni? Mert Jézus Krisztus tudta, ott vannak a halak sokasága. Ő nem volt halászember, Péter volt a szaki. A Péter azt mondja, egész élet, egész éjjel mi halásztunk, és nem fogtunk semmit. Erre oda jön egy laikus, amatőr, nincs szakképzettsége, de tele van szent lélekkel és rendelkezik Istennek a minden tudásával, a Szentlélek jelentette, és tudta nagyon jól a minden tudás, mert az Isten látja a víz alatt, hogy hol vannak a halak. És mondta a Péternek, evez a mélyre. megtette, azt mondta az úr, nem fogtunk ugyan semmit, de te parancsolatodra, mert azért a Péterben volt egy kegyelem, hogy a te parancsolat, neked hiszek. Igaz, hogy nem vagy szaki, én vagyok a szakember, de hiszek neked. Megcsináljuk, elevezünk a mélyre. Levetették a hálót, tele volt a háló hallal. És utána jött a bölcsesség beszéde, amikor azt mondta Péternek, hogy ezután mit vel fogsz foglalkozni? Emberhalász leszel. Ez már bölcsesség beszéde volt. Na majd folytatjuk.